János apostol első leveléből olvasok egy szakaszt, a harmadik fejezet 18. versétől, és kapaszkodjatok, mert egy kicsit ilyen nyakatekert lesz. Mert ugye János apostol, amikor írja ezt a levelet, már sok mindenen ment keresztül. Tehát ő már megkapta azokat a jelenéseket, amelyek a jelenések könyvében van leírva, utána írta az evangéliumát is, és utána még írt egy-két levelet. Tehát itt egy idősebb, de azért nagyon tapasztalt keresztény vezető ír egy levelet gyülekezeteknek, mert ő fél attól, hogy az emberek bizonyos dolgokat félreértenek, és de annyira el akarja magyarázni, hogy egy kicsit ilyen, ilyen kacskaringós néha ez a levél, mert el akarja mondani, hogyan függenek össze a dolgok, aztán ő is rájön arra, hogy ez nem is olyan egyszerű. Tehát amikor én erre készültem, akkor egy ábrát csináltam a végén, hogy én is tudjam követni, hogy miről beszél, mert több dolog többször van benne, csak nagyon akarja elmagyarázni, hogy hogyan függenek össze a dolgok. Na, ezt írja János. Első levele, harmadik rész, 18. versétől. Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal. Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk. És akkor az ő színe előtt azzal biztatjuk a szívünket, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt. És amit csak kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves ő előtte. Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő fia Jézus Krisztus nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. Aki pedig megtartja az ő parancsolatait, az ő benne marad, és ő is abban. És hogy ő bennünk marad, azt a lélektől tudjuk meg, akit nekünk adott. Na, ahogy mondtam, hogy itt néhány dolog többször előfordul, és mint egy körbe-körbe kicsit menne a történet, de szerintem direkt csinálja, hogy értsük meg az összefüggéseket. Most kezdjünk azzal, hogy ő azt írja, hogy kaptunk egy parancsolatot. Parancsolatot kaptunk Istentől, és pedig az a parancs, hogy higgyünk Jézus Krisztus nevében, és szeressük egymást. Tehát valahogy itt van egy kiinduló pont. Most nekünk általában ez egy kicsit fura, ha belegondolunk, hogy mi az, hogy parancsot kapunk, hogy szeressük egymást. Én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de egy kicsit ilyen ellentmondásnak hangzik így első hallásra. Mi az, hogy parancsra szeretni? Ez hogy működik? Mi azt szoktuk meg, hogy a parancs, amikor parancsot adnak, az azt jelenti, hogy valamit tenni kell, amit a másik talált ki. Nem, ez ilyen külső dolognak tűnik, hogy parancs, és akkor mit tudom én, kötelességtudatból megteszem a dolgomat. Viszont a szeretet az pont belülről jön. Nem? Tehát ha parancsra kell szeretni valakit, az egy kicsit úgy tűnik, mint a rendezett házasság. Nem, hogy a szüleim kiválasztottak nekem egy párt, és akkor innentől kezdve őt kell szeretnem, de hogyan? Csak ez a mi helyzetünk. Ha azt akarjuk megérteni, hogy a Biblia hogy működik, akkor érdemes néha visszamenni egészen a Szent Háromságig. Bocs, hogy ezt így mondom, de ugye mi olyan Istenben hiszünk, akiből csak egy van, egyetlen egy Isten van, nincs több. Viszont ez az egyetlen egy Isten, úgy él, mint nálunk itt a Földön három ember egy szeretett közösségben. Ugye ez a Szent Háromság. De nincs három Isten. Csak egy. De nem magányos, mert egyedül is úgy van, mintha
egy szeretett közösség lenne, de nincs három Isten, na értitek? Tehát az is ilyen, hogy a végtelenségig lehet folytatni. Tehát a Szent Háromságon belül hogy működik a történet? Hogy az Atya azt mondja a fiúnak, hogy figyelj ide, azok az emberek, akiket megteremtettünk, bűnbe estek. És ők ezt soha az életükben nem fogják tudni megoldani. Ha van egy gondolatom, oldjuk meg mi, visszahoz hozzá. Van egy kis biblia történetben, hogy emberé kellene válnod, és meg kellene halnod az emberekért. És a fiú azt mondja, hogy persze, apu, csináljuk. Mert gyakorlatilag erről szól a történet. És karácsonykor emberként jön erre a világra, aztán 30 évvel később, húsvétkor meg is hal, de föl is támad, hála Istennek, és visszamegy az atyához, elvégezte a feladatot. Maga az Úr Jézus így beszél erről. Parancsot kaptam az atyámtól, hogy letegyem az életemet az emberekért, és újra fölvegyem. Én erre parancsot kaptam, és ezt csináltam. Ugye ez ugyanúgy, csak akkor nem parancsnak hívjuk ezt, akkor mi legalább az órában az úgy, hogy kezdeményezés. Nem? Tehát az atya kezdeményezett valamit, de mivel ugye az atya és a fiú, ők egybe vannak, annyira különbség, hogy az atya találta ki, de a fiú azonnal mondja, hogy de jó ötlet, én ezzel szívből értek egyet. És ezt csinálom, szeretetből, persze. Tehát van egy kezdeményezés, a másik oldalon van egy egyetértés, szívből való egyetértés, ebből lesz egy cselekvés, és ez a cselekvés gyakorlatilag megerősíti azt a szeretet kapcsolatot, ami eleve fönnállt az atya és a fiú között. És ha tegyük hozzá a Szentlélek által. Amikor Isten megteremtette az embert, ő erre gondolt. Mert ugye azt mondta Isten, hogy a mi képmásunkra teremtsünk embert. Ez volt Istennek az eredeti elképzelése. Egy szeretett közösség, amiben Isten kezdeményez dolgokat, ugye elmondja, hogy ezt tedd, azt tedd, azt ne. De ez egy szeretett közösségen belül, ha ez így működik, akkor ez tényleg egy kezdeményezés, egy szívből való egyetértés, ebből lesz a cselekvés, és egyre jobb lesz. Ez volt az eredeti elképzelés. Ami változott, ugye, az az, hogy az ember engedetlenné vált. A szeretett közösség megmaradt. Csak most van benne, hogy a saját családunkra gondolunk, megmaradt a szeretetteljes közösség, csak éppen a gyerek engedetlenkedik. És nem egy picit, de nagyon. Úgy, hogy még belerúg a szülőbe. Ugye onnantól kezdve már nem beszélünk kezdeményezésről. Onnantól kezdve tényleg arról beszélünk, hogy nem most hagyd abba, most fordulj vissza. De nem, semmit sem kérünk a gyerektől, ami idegen lenne tőle, csak azt akarjuk, hogy amit ő most csinál, az az idegen, az a fura, amit most csinál. Ezzel bontja a szeretet közösség. Visszahívjuk a gyereket abba a közegbe, ami a szeretet közösség lenne. Ja, és ez történik itt. János apostol keresztényeknek ír. És azt mondja, hogy kaptunk parancsot az atyától. Higgyünk az Úr Jézusban, és szeressük egymást. És mivel ugye ő olyan emberekhez ír, akik valóban szeretett közösségben akarnak lenni Istennel és egymással, ez nem is olyan furcsa. Isten, amikor János apostol leírja, hogy Isten mit parancsol nekünk, akkor Isten igazából azt parancsolja nekünk, amire teremtve vagyunk. Ami a normális életünk lenne, csak az a baj, hogy magunktól ezt nem tesszük meg. Ezért egy kicsit erősebben beszél Isten hozzánk, és már parancsolatokról beszélünk, csak nekünk meg kell értenünk, hogy ez a parancsolat az nem olyan dolog, ami idegen tőlünk, hanem az olyan dolog, ami a természetünk lett volna. És ami majd a feltámadás után, amikor teljesen megújít bennünket az Isten, újra a természetünké fog válni.
Csak most, a mostani életben még küszködünk ezzel. A Szentlélek által Isten dolgozik rajta, hogy egyre inkább térjünk vissza az eredeti elképzeléshez, és amikor ez megvalósul, akkor biztosak lehetünk benne, hogy Istenhez tartozunk, János úgy mondja, hogy Istenben vagyunk, és ő mi bennünk. Ugye, hogy helyreállt ez a szeretet kapcsolat. Tehát van egy szabály, amit Isten mond nekünk. A szabály arról szól, hogy mi lenne a normális emberi élet. Csak ezt most parancsként kell odaadni, mert az ember magától nem ezt teszi. Hinni az Úr Jézusban, ugye ez azt jelenti, hogy hűséges lenni hozzá, követni őt, és szeretni a fele barátokat, legfőképpen a testvéreket. És utána ez az idősebb apostol azt mondja, hogy és ez azért fontos, mert. De azzal kezdte, hogy ha felismerjük azt, hogy valamiért ezt elkezdtük tenni, sőt, van valami fejlődés ebben, hogy egyre jobban szeretnénk hűséges lenni az Úr Jézushoz, sikerül olyan embereket szeretni, akikről mi tudjuk, hogy alapból, vagy ha visszagondolunk 10 évre, nem szerettük volna őket. Tehát ha látunk ebben valami fejlődés, azt mondja János apostol, akkor ez azt jelenti, hogy valóban Istenhez tartozunk, valóban Istenben vagyunk, és Isten bennünk. És ez, azt mondja az apostol, egy óriási nagy dolog, mert két lehetőség van. Hogy amikor újra meg újra lehet, hogy hetente halljuk azt, hogy hinni kellene Istenben, szeretni kellene a fele barátot, két lehetőség van. Az egyik lehetőség az, hogy elítél bennünket a saját szívünk. Tehát amikor halljuk ezt, akkor azon kezdünk filózni, hogy júj, és mivel voltam engedetlen ezen a héten? Jaj, mivel sértettem meg az Istent? Jaj, mikor nem sikerült szeretni a kollégámat? Jaj, és akkor az ember így depressziózba kerül, és olyan még rosszabb állapotba jön ki az Isten tiszteletről, mint ahogy bejött volna. Az egyik lehetőség. És azt mondja itt az idős apostol, aki tudja ezt, hogy de most már kezdjünk el gondolkodni. Tehát ha a héten az történt velünk, hogy sikerült Istenre hallgatni, hogy sikerült, hogy mondjam, a kapcsolatot keresni az Úr Jézussal, sikerült az igyekezet, hogy szeressem a gyerekeket, akikkel dolgozom, a szülőket, a munkatársaimat, még a páromat is, az azt jelenti, hogy Istenben vagyok, és Isten bennem van. Tehát ha elítél engem a saját szívem, akkor gondoljak ma arra, hogy Isten nagyobb, mint a szívem. Ami nem azt jelenti, hogy hát ha én elítélem magamat, akkor biztos, hogy Isten még jobban fog engem elítélni. Nem azt akarja mondani. Azt akarja mondani, hogy ne figyelj! Ha te észrevetted, hogy Isten dolgozik rajtad, de te azt mondod magadnak, hogy még nem értem el a célt, érzem meg, hogy Isten azért jobban szeret téged, mint te magadat. Tehát ha úgy látod, hogy vannak még hiányosságait, akkor nyugodtan el lehet mondani Istennek, nem fog megsértődni. Sőt, ő már rég tudja, csak tőled akarja hallani, hogy te is láttad. És utána nem az lesz, hogy akkor mész a szobátra 3 napig, és nem lesz telefonozás, hanem Isten azt fogja mondani, hogy jó, figyelj ide, van egy ötletem. Ha te ezt teszed, akkor én azt teszem. Jó, és akkor legközelebb jobb lesz. És a másik dolog azt mondja János, hogy de az is lehet, hogy amikor újra jön ugye, az alap szabály, az ember arra van teremtve, hogy szeresse az Istent is, meg a fele barátját is, akkor az is lehet, hogy elég nyugodt vagyok. Hogy így őszintén végig gondolom, és azt mondja János apostol, hogy igazából a szívem nem is ítél el. Tehát megvan a nyugalom, hogy tehát én tudom, hogy nem vagyok tökéletes, de nem is az a célkitűzés, de megtettem azt, amit Isten tőlem kért. Azt mondja János apostol, hogy ha ez történik meg,
akkor bizalommal szólhatunk Isten előtt. És amit csak kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait. Tehát ha azt veszük észre, hogy hé, de valahogy a helyemen vagyok. Tehát magamhoz képest abban a lelki szinten, ahol éppen vagyok, tényleg tudok a megfelelő módon hinni Istenben, és tényleg a megfelelő módon tudom szeretni a fele barátomat. Akkor azt mondja János apostol, hogy akkor biztos vagyok benne, hogy sokkal több kedved is van elmondani Istennek, hogy mit látsz magaddal kapcsolatban, másokkal kapcsolatban, hogy mit szeretnél kérni. És akkor meg is fogod kapni. Ugye az egy nagyon nagy dolog, amit itt János apostol mond. Ugye? Az nem azt jelenti, hogy a lelki élet csúcsát értem el, csak ha óvodás vagyok a hitben, akkor óvodás szinten rendben vagyok. Még nem vagyok alsó tagozatos, nem vagyok felső tagozatos, még van hova fejlődni, csak én úgy érzem, hogy igen. Tehát igyekszem azt megtenni, amit Isten ebben az állapotban tőlem kér, és ezért merek dolgokat kérni tőle, magamnak, másoknak. És akkor, ha bármit kérek, akkor biztos, hogy meg fogom kapni. Tehát akkor bizonyos cselekedeteket kell csinálni, akkor egy bizonyos lelki állapotba kerülök, és akkor utána jöhet a lista. Ha nem azt akarja mondani János, hanem azt akarja mondani, hogy úgy is fogsz imádkozni, hogy egyetértésbe vagy az Atyával. Ugyan, az Úr Jézus se kapott meg mindent, amit kért. Ha csak azt nézzük, a Getsemáné kertben, hogy az Úr Jézus azt kérte, hogy nem akarok meghalni. Múljék el tőlem az a pohár. Ha csak ezt a részét nézzük az imádságnak, akkor mi volt a válasz? Nem. Nincs más út. Ugye? De nem ez volt az imádság. Mi volt az imádság? Az imádság az volt, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, de ne az én akaratom legyen meg. Ja? Ez történik, amikor a fiú megkérdezi az atyától, hogy eddig oké, ugye? Te elmondtál nekem, hogy elmondtad nekem, hogy mi a dolgom, én ezt elvégeztem, de most jön a legnehezebb része a történetnek. Most biztos akarok lenni. Van-e másik lehetőség, vagy nincs? De nem azért kérdezem, mert nem akarom vállalni, hanem azért kérdezem, hogy hát ha. De ha nincs, akkor is jó. Tehát amikor az ember, hogyan mondjam, észreveszi, hogy tényleg a lelki életben, azon a szinten, ahol ő van, tényleg betölti a szerepét, akkor máshogy fog imádkozni. Lesznek olyan dolgok, amikről teljesen biztos vagyok, hogy Isten azt akarja adni. És akkor kérem. Ha nem vagyok biztos benne, akkor úgy is fogok imádkozni. Akkor kérem azt, hogy Isten gyógyítsa meg XY-t. De ha már el tudom képzelni, hogy lehet, hogy nem az lesz. És akkor úgy fogom imádkozni, hogy hát akkor Uram, akkor a következő. Leginkább azt szeretném, hogy az illető meggyógyuljon. De ha nem, akkor legalább adjál neki vigasztalást, erőt, hogy végig tudja szenvedni, vagy el tudja fogadni egyáltalán azt a helyzetet, hogy ő beteg. És légy vele a fájdalmában. És akkor, ha ott tartok, akkor biztos, hogy még azt is hozzáteszem, ja, de hát akkor adjál nekem szeretetet is, hogy ne felejtsem el, hogy ő beteg. És telefonáljok rá, vagy menjek el hozzá, vagy segítsek neki abban, amiben kell. Értitek? És akkor felsorolok néhány dolgot Istennek, és akkor biztos, hogy az egyikről azt fogja mondani Isten, hogy na, én most éppen arra gondoltam, akkor most ez lesz. Jó? Egyet értesz? És akkor én azt fogom mondani, hogy ja, persze, hát egyet értek, jaj, tényleg. Ugye ez a lelki életnek a szabálya. Ezért hoztam ide ma ezt a
ezt a szakaszt, mert látjuk, hogy az apostol itt kétféle szabályról beszél. Beszél egy alapszabályról, hogy mire teremtette Isten az embert. Hogy hűséges legyen az Istenhez, meg szeresse is őt, meg szeresse a fele barátokat. Ez az alapszabály. Ez mindig érvényes. Bűnbeesés előtt, után, feltámadás után ugyanúgy. Csak nem mindig valósul meg. És akkor ebből az alapszabályból kiindulva, János apostol mond egy szabályt a mostani keresztény életünkre. A feltámadás előtti keresztény életre. Amikor még küszködünk dolgokkal. És azt mondja, hogy ha látod, hogy igyekszel, ha látod a cselekvéseket, a hit, a hitet, a szeretetet a saját életedbe, akkor már meg lehetsz győződve arról, hogy az Úr Jézusé vagy. Ha elítél téged a saját szíved, akkor menjél az Istenhez, mert Isten nagyobb. Ha nem ítél el téged a saját szíved, akkor is menjél Istenhez. De akkor nem egy könyörgéssel, nem olyan könyörgéssel, hogy Uram, segíts nekem magamat is látni a te szemeddel, hanem azzal a könyörgéssel, hogy Uram, akkor szeretnénk kérni ezt-azt. Lehet, hogy éppen másnak. És úgy fogom kérni, hogy meg fogom érteni, hogy a lehetőségekből Isten melyikre gondolt, és melyik fog megvalósulni, és ha az imádság után kinyitom a szememet, észbe tartom, hogy mit kértem, és várom a választ, tehát szeretném vagy hallani, vagy látni, hogy Istennek mi a válasza az imádságomra, meg is fogom látni. Ugyan az imádságnak még nincs vége, akkor, amikor én elmondtam a kérésemet. Az imádságnak akkor van vége, amikor láttam, megértettem a választ. Mert egy élő Istenünk van, aki biztos, hogy valamit válaszolni fog az imádságunkra. Ez a szabály, amiről János apostol itt ír. Ugye? Ez egy életgyakorlati szabály. Tehát van egy alapszabály, és van egy életgyakorlati szabály. És ha megértjük a különbséget a kettő között, megértjük, hogy ezek a dolgok hogy működnek, akkor növekszünk a keresztény életben. És amikor legközelebb találkozunk egy testvérrel, aki Isten tisztelet után azt mondja nekünk, hogy tehát én ezt nem is tudom betartani. Tehát én annyira bűnös vagyok, hogy akkor eszünkbe jut, hogy itt volt egy szabály. Ha elítél bennünket a szívünk, akkor mit kell csinálni? Isten nagyobb a mi szívünknél. Tehát ezzel a gondolat, ezekkel az érzésekkel menjünk Isten elé. Mondjuk el neki, hogy érezzük. Értitek? Mert megértettem valamit, már lelki gondozóvá váltam. Már kezdtem érteni a lelki életnek az összefüggéseit. Ugye nem ez az egyetlen ilyen szabály a Bibliában. De ti pedagógusok vagytok, többségével, tehát ti képesek vagytok arra, amikor legközelebb olvastok egy bibliai szakaszt, hogy megtaláljátok benne ezeket a hitpedagógiai szabályokat. Nagyon, nagyon hasznosak ezek. Akkor is, amikor éppen a gyerekekkel beszélünk, akkor is, amikor a szülőkkel beszélünk, akkor is, amikor a testvérekkel vagyunk kapcsolatban, és látunk dolgokat az életükben, amire talán szeretnénk tanácsot adni. Ja, ha összegyűjtjük ezeket a szabályokat, vagy fejbe tartjuk ezeket a szabályokat, amelyek a mai keresztény életre vonatkoznak, akkor tudunk segíteni. Mert ha felismerjük az összefüggéseket, amelyeket a Biblia elmond nekünk, akkor el is magyarázhatjuk akárkinek, hogy a gyakorlatban akkor mi a teendő. Na, így segít bennünket János apostol, hogy értsük meg a szabályok működését.